Hello, sziasztok! Annával beszélek Budapesten, a Balassi Intézetben, egy Domján Gábor által tartott agykontroll tanfolyam ebédszünetében. Szia! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Anna vagyok. Rólam és az agykontrollról azt kell tudni, hogy az alaptanfolyamot Gábornál végeztem el 2005-ben. Nekem a legnagyobb sikereim az egyetemhez köthetők. Én a Pálmány Egyetemen végeztem, lengyel és kommunikációs szakom. Most ez azt jelenti, hogy a lengyel nyelven kapcsolatban nekem nagyon sok sikerem volt. Lehetett külföldi ösztöndíjakra pályázni, és nekem az egyetem alatt 4 ösztöndíjat sikerült elnyernem. Ez igen. Hogy programoztad ezeket az ösztöndíjakat, vagy a sikereket, milyen technikát használtál, és hogy élted meg ezeket a programozásokat? Úgy sikerült, ez az első egyik ilyen 2006 őszén volt, amikor egy szemesztert töltöttem ki Krakkóban. És ősz közepe felé jöttek a hírek, hogy lehet még egy szemeszterként tölteni, tehát a tavaszi fél évet is lehet hosszabbítani. És én egyszerűen elképzeltem azt, hogy én a tavaszi fél évet is kint töltöm. Na most ugye, aki tudja, hogy ez mivel jár, nagyon sok adminisztráció, bürokrácia, engedélyek ide-oda a két ország között, de az egyik nagy sikerem az volt, hogy én megkaptam ezt a hosszabbítást, és még ami fontos, hogy rajtam kívül 3-an kapták meg. Pedig sokan pályáztak még rá, és itt történt az, hogy 2006 és 2007-ben is 2 szemeszterként tudtam tölteni Krakkóban. És nagyon szerencsésen alakult ez a dolog. Milyen technikát használtál? Hát én csak programoztam simán alfában, hogy átjutok, hogy meg lesz, hogy kimaradok. Egyszer-kétszer képzeltem el azt, hogy ott végig örvendezem az egyetemnek a folyosóján, hogy jaj, de jó, sikerült, és kimaradtam, és ez be is jött. Na, közben itt azért nézegetem az elemet, mert itt vagy azért nézegetem itt a papírt, mert ide felírtam a többi dolgot. A másik ilyen szerencsés utazás az Poznányban volt 2011 tavaszán. És ez azért volt fontos, mert nekem a kapott ösztöndíjam, a kapott pénzem csak 3 hónapra volt elég, és én ezt tudtam is, hogy a pénz, amit kapunk, az nem lesz elég a 4 hónapra. És 2010-ben már programoztam azt, hogy legyen elég pénzem a 4 hónapra. Egyszerűen azt programoztam, hogy elegendő pénzem van a tartózkodásomhoz. És ez úgy oldódott meg, hogy itthon a szüleim árultak egy házat, és amikor sikerült eladni, akkor megbeszéltük, hogy én is kapok a vétel árból egy nagyobb összeget. És amikor sikerült eladni, akkor én ezt megkaptam, és abból az összegből sikerült a kinti egy hónapos plusz tartózkodást ezeknek a költségeit fedezni. Fantasztikus. Úgyhogy nagyon, tehát az agykontrollerben nagyon jó volt, hogy kint ezek a gondok, ezek a feladatok megoldódjanak, hogy minden simán menjen, hogy ne legyen probléma. És hát összességében véve mind a 4 ösztöndíj nagyon-nagyon sikeres volt, nagyon nagy szerencsém volt, nagyon sok kedves és jó embert ismertem meg, és akik nagyon sokat segítettek. Tehát ez nagyon nagy sikertörténet. Gratulálok! Ezekből megosztottál az esetanulmányok.hu nevű sikerélmény gyűjtemény honlapon is, igaz? Igen, én is szoktam gyakran böngészni ezt az oldalt, és megosztom a sikereimet. Milyen néven lehet visszanézni ezeket a sikereket? Hát a korábbi nevem az Maszifül, vagy Medvefül, de most már megváltoztattam már benne. Okay. Úgyhogy ott megtaláltok. Közben még nézem, hogy mit írtam föl. Az egyik nagyon nagy sikerem szintén az egyetemhez kapcsolódik. Nyelvészetből szigorlatoztam. És szubjektív üzenetküldést használtam
azt kértem a tanártól éjszaka, amikor felébredtem, hogy kérdezze tőlem a hangsúlyt. És fel is ébredtem éjszaka, és arra kértem a tanárt gondolatban, hogy a hangsúlyt kérdezze tőlem. Mert azt tudtad a legjobban? Hát azt tudtam a legjobban, a többit is tudtam, de a hangsúlyt azt nagyon akartam húzni. Nem volt sok tétel egyébként, de adok elég, sokat kellett rólunk beszélni. Másnap megyek vizsgázni, nem volt tételhúzás, hanem a tanár... Osztotta ki a... A tanár azt mondta, ami eszébe jutott, tehát még csak tételre se koncentrálhattam. Bementem vizsgázni, a tanár ott ült velem szembe, és akkor azt mondta, hogy na mondjam el a hangsúlyt. Hát ez igen. Tehát nekem egy olyan érzésem volt, mintha egy fejbe vágtak volna, hogy hoppá. Tehát ez máig emlékszem erre az aha érzésre, amiről ugye Gábor is beszél. És hát nagyon nagy, nagyon szép ügyet kaptam, és hát persze utána engem nem kellett biztatni, hogy elmondjam. Hányszor használtad a szubjektív kommunikációt a tanároddal? Egyszer. A vizsgálati éjszaka. Értem. Hát működik. Hát igen. Más siker. A másik, amikor elvégeztem az egyetemet, befejeztem, akkor ugye elkezdtem én is állást keresni. És egy mai napig egy megdöbbentő sikerélményem az volt, hogy én szerettem volna lengyel sajtófigyelői állásban dolgozni. Ezt azért mondom így, mert ez egy speciális dolog. Tehát nem olyan, hogy az ember beüti a Google-ba és akkor tudja, mit jelent, mert szerettem volna lengyel sajtófigyelői állásban dolgozni. És az történt, hogy ugye van Budapesten a Nézőpont Intézet, ami mindenféle ilyen szakpolitikai dolgokkal foglalkozik, és egyszer otthon ültem a számítógép előtt, így szól a történet, és az a megérzésem támad, hogy hívjam fel a Nézőpont Intézetet, hogy keresnek-e ilyen állásra ember. És egyszerűen csak fogtam magam és fölhívtam őket, és elmondtam a titkárnőnek, aki fölvette a kadlót, hogy én ki vagyok, milyen végzettségem van, és én egy ilyen állásra keresnek embert. És azt mondta a titkárnő, hogy igen. Éppen keresünk. Éppen. És éreztem a titkárnő hangján, hogy ő is meg van döbbenve, hogy ez hogy lehet, hogy valaki csak úgy... Betelefonál? Csak úgy betelefonál, megemlít egy állást, amire éppen még csak nem is pályáztatnak, mert megnéztem a honlapot, és nem volt rajta álláshirdetés. Ez igen. És... Ez lett az első állásom, felvettem velük a kapcsolatot, elküldtem az önéletrajzomat, és csináltam próbamunkát, és fölvettek. Szuper. Tehát ez szoktam emlegetni máig, hogy ez egy nagyon nagy siker volt. A másik ilyen azzal kapcsolatos, hogy apukám vízvezérléssel foglalkozik, van egy cége. És hát voltak időszakok, amikor nem úgy mentek úgy a dolgok, ahogy kellett volna. És én elkezdtem programozni. Azt vizualizáltam, hogy felszállok egy repülőre, és mint ugye vannak ezek a repülők, amelyek ilyen reklámokat húznak maguk után. És én hirdetem így a repülőn magam után, tehát hogy hirdetem az ő cégét, hogy milyen jó, milyen megbízható, milyen korrekt és jó munkát végez. Eltelt egy kis idő, talán egy-két hét programozás után, egy nap apukám hazajön, és így megáll az ajtóban, és azt mondja, hogy hát ő most megköszöni nekem azt, hogy én programoztam, mert egy nap alatt rendeltek tőle 16 liftet. Ez igen. Tehát tudta, hogy te vagy a te kezed van a dologban. Vagy már megmondtad neki, hogy fogsz... ügyfeleket küldeni mentálisan? Igen, én mondtam neki, hogy én teszek ezért, hogy én programozok, úgyhogy ez is egy emlékezetes siker volt. És ezt konkrétan hogy vizualizál, vagyis milyen technikát használtál, tehát az értelemtükrét, vagy hogy és mennyi ideig programoztad ezt a repülőgép
által húzott reklámot? Ezt a képzelődést. Hát én egyszerűen csak ilyen játékosan el akartam képzelni. Tehát amikor ugye Gábor mondja, hogy használjuk a képzeletünket, akkor én ezt csináltam, hogy egyszerűen elképzeltem, hogy ez működik, hogy ott repülök, és akkor lent az emberek integetnek, és hogy érkeznek a megrendelések. Tehát én egy játékosan ilyen fantáziával képzeltem el ezt az egészet. Hát, hogy hányszor csináltam olyan naponta, minden este. Nagyon ötletes. Igen. Közben még mindig puskázok egy kicsit. Semmi baj. A másik ilyen nagyon nagy sikerem az ez évben esett meg. Tehát én tavaly januárban azt kezdtem el programozni, hogy eljutok az ACDC együttesnek a koncertjére. Uh-huh. Most rólam azt kell tudni, hogy én nem vagyok egy nagyon nagy fanatikus, és egyszerűen eldöntöttem, hogy én szeretném őket élőben is hallani. Na most ez azért volt nagy szó, mert akkor én nem tudtam róluk semmit, hogy most akkor fognak-e koncertetni, vagy nem, hogy összeállnak-e, vagy nem. És amikor megnéztem Dobrené Lábodi Edina a videóját arról, hogy most írjuk fel az őrült céljainkat, akkor nekem elég őrültnek tűnt, és akkor el is döntöttem, hogy ha már őrültséget akarok csinálni, akkor legyen egy nagy, hogy ACDC szeretnék hallgatni időben. És novemberben, akkor tudtam meg, hogy lesz egy új lemezük, és ki is adták, és utána elindultak a világ körüli turnéra. Na most tavaly karácsonykor, akkor találtam egy honlapot, ahol lehetett jegyet rendelni az ő ausztriai koncertjükre. És pont akkor kaptam egy sürgős munkát, és a pénzt, amit a munka elvégzésért kaptam, abból fizettem ki a koncertet és a koncertjegyet is, meg az utazási költségeket. És így történt, hogy idén, május 14-én ott tudtam lenni én is az ACDC koncertem. Szuper. Tehát, igen, tehát valójában tavaly január óta folyamatosan programoztam, lankadatlanul és kitartóan, és meglett az eredménye. Röviden hadd kérdezzem meg, hogy melyek a kedvenc technikáid? A kontrollos technikáid? Vagy mit használsz gyakrabban? Hát, talán a pohárvíz technikát. Vagy néha előfordult, hogy döntéshelyzet előtt álltam, és akkor nem tudtam dönteni, vagy volt egy problémám, és hát annyira az járt a fejemben, hogy már máshoz se tudtam gondolni. És akkor a pohárvíz technika ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy nem nagyon foglalkozzunk a dolgokkal, engedjük el, és bízzuk a tudatalattinkra, vagy az úgynevezett véletlenre az ügyet. Értem. Ezt szoktam használni, és hát ugye a napi lazítás az tulajdonképpen már 2005 óta az életem része. Tehát napi szinten relaxálsz? Napi szinten igen. Mennyi időt? Ez attól függ, ez van, hogy 10 van, hogy 20 perc. Értem. De minden nap, akár többször is. Értem. Ez jó. Tényleg nagyon jó hatása van a szervezetre. Jól van. Még azt szeretném megkérdezni, hogy befejezésül, hogy milyen üzeneted lenne azok számára, akik elvégezték az agykontrollt egy valamennyi idővel ezelőtt, de nem nagyon gyakorolják. Megéri-e, hogy újra elővegyék a technikákat? Hát mindenképpen, mert ezzel az életük egy nagyon nagy lendületet kap, kedvet kapnak a dologhoz. És nem csak az, hogy egyszer-kétszer csinálom, utána abba hagyom megint, hanem lesz kedvük tovább és tovább csinálni. És a végén már az egész életüket átitatja ez. Ez az egész életük részévé válik. A pozitív gondolkodás és a nyugodtabb élet, nem? Igen, és hát a relaxáció is, tehát
olyan szinten megváltozik az életük, hogy sokkal nyugodtabbak lesznek, sokkal több lesz a szerencsés véletlen az életükben, sokkal több mindent összejön nekik, vagy akár programozás nélkül is, csak hogyha rágondolnak a dologra, és itt szeretnék még egy példát mondani, hogy ugye az etidícihez hasonlóan én szerettem volna a Horváth Tűncsellóztal is találkozni. De ez csak egy kósza gondolat volt, én egyszerűen csak szerettem volna, és nem is programoztam az ügyben. És tavaly, amikor a virtuózoknak volt ugye a televíziós vetélkedő, a virtuózok elindult, akkor kaptam információt, hogy a Tűncsellóztal lesz egy rövidebb utcai performanszuk októberben a West End előtt, és én fogtam magam, és elmentem, és készült rólunk közös fotó is, ami sokáig a Facebook oldalamnak a borítóképe volt. Tehát így is lehet akár sikert elérni, hogy az ember csak gondol valamire, de annyira pozitív már az életét, már annyira átította ez a pozitív gondolkodás, hogy akár programozás nélkül is csak elég egy vágy, egy gondolat, és megvalósul. De persze ez szükséges a három... A vágy.